Sziasztok, ez itt a Supper. Ez valamilyen bizarr point-and-click-es horrorjáték. Két screenshotot láttam róla meg, hogy körülbelül jó értékeléseket kapott, szóval úgy gondoltam, kipróbálom. Idén januárban jött ki egyébként, és még tényleg semmit sem tudok róla, de hogyha minden igaz, akkor eléggé rövid szóval csak nem lesz baj első látásra végigjátszással itt. Annyira talán nem akadok el. Pszt, Miss Appleton. Kelj fel. Sajnálom, Miss Appleton, tudom, hogy az öreg csontjaid fáradtak. A dolgok annyival egyszerűbbek voltak régen, nem? De nincs idő pihenni. Nézd az időt. Fejéhez is kap. Mindjárt érkeznek a vendégek. Már bármelyik pillanatban itt lehetnek. És nem akarod, hogy ők üres hossal várakozzanak, ugye? Jó, hát akkor ő a mi karakterünk. Egy ilyen dupla falábos téknő. Fölszedtünk valamit. Csipeszt. Fire? Azt kéne majd fölszedni vele, vagy mi? És ezzel mit csinálunk? Mindegy. Receptlista. Nézzük, három fajta van. Pigeon à la sauce rosé, amihez kell egy vadgalamb és a különleges szósz. Fűszeres, piros karthal, egy kék karthal farka és chili paprika, ahhoz is szósz és kéz és nyelv pöri. Egy kövér emberi kéz, egy csúszós nyelv, és az is a szósz. Jó van, hát akkor szedjük le. Még nem tudjuk leszedni. Ez pedig valamilyen viasz. Nem tudom, hogy mire kell. De úgy tűnik, hogy itt mással már nem is tudunk foglalkozni. Hát én már felszedtem ott a parazsat. Az fog kelleni, ide tudom. Sokkal invitálóbb lesz a hely, hogyha egy kicsit tüzet gyújtok itt. Már jönnek a nyelvbotlások, nem baj. Szép munka, Miss Appleton. Most már csak arra kell várnunk, hogy valamiféle éhező lélek erre tévedjen. Ó, hát nyissunk ki. Nincs idő a sétára most. Érzem, hogy erre jönnek a vendégek. Miért nem készíted elő a különleges szószt? Jó, hát itt semmivel nem tudunk. Ó, de ezt felszedhetjük. Abba kell gondolom a szószt szedni. És nem. És nem. Akkor viaszt, bár az furcsa lenne. Várjunk csak. Ó, jó van, tényleg csak várni kellett egy kicsit, és érkeztek. Hallod, Miss Appleton? Lovak. Forgó gyomrok. Itt jönnek. Gondolod, hogy ők azok? Nem tudom, hogy miről van szó, de most veszem észre, hogy itt az öltönyén lehet, hogy az vér, vagy... Á, nem. Rosszra gondolok, lehet, hogy csak paradicsom szósz, ugye? De eléggé groteszk a dizájnja. Egész nő ilyen zombinak tűnik. Jó, hát...
Milyen bizalomgerjesztő vendégek. Nézd, egy láda. Ők azok, akiket kerestünk. Gyorsan ültessük le őket. Ez tisztára One Piece egyébként. Egyiknek polip van a fején, másik egy Kyojin. Harmadik pedig ilyen, hogy is mondják azt, Marimó szakállú. Most mondjátok, hogy ezek nem egyenesen a One Piece-ből érkeztek. Szóval, mivel kezdik az úriemberek? Mind controlling fungus, ja, hogy nem is ő a vendég, hanem egy... hanem a zombi fején a polip a vendégünk. Oké. Oké, ő a karthal farkat kéri. Mert sok omega 3 van benne. Nagyon tudatos fogyasztó. Ő pedig a Pigeon a la sauce rosét. Jó van. És gondolom, ő meg akkor a harmadikat. Az emberi kezet meg a nyelvet. Csodálatos. És akkor valami hang beszél a fejünkben, aki azt mondja, hogy és azt hitted, hogy ez a recept nem lesz érdekes, hogy ez nem fog vendégeinknek tetszeni. Igazam volt, te meg tévedtél. Szóval egy fűszeres, vörös karthal lesz az agyfürkész szörnyetegnek a bal oldalon. Pigeon a la sauce, vagy oj, jönnek a nyelvbotlások már megint. A beteg öregembernek a jobb oldalon. És egy szépen elkészített nyelvpöri a veszélyesen kinéző kék cápának. És természetesen mindegyiket az ínyenc titkos szószommal fogom tálalni. Gyerünk, Mr. Pölton, gyorsan szerezd meg a hozzávalókat. És ne felejtsd el a receptet csekkolni a falon, hogyha bármi problémád lenne. És nem emlékeznél rájuk. Oké, és hát micsoda hatalmas szerencse, hogy éppen az a három recept van a falon, ami nekünk kelleni fog. Jó. Ezzel még mindig nem tudunk mit kezdeni. Igen, mindet... Ó, talán a... Aha. Szóval már van... kemény viaszunk. Gondolom majd valamikor meg kell olvasztani, bár nem vagyok benne biztos. Empty pot. Azzal még semmit nem tudunk kezdeni. Jól van, hát itt semmi nincs. Légy türelmes, Miss Apple. Légy türelmes. Hát akkor jöjjünk ki. Lever. Azt kizárt, hogy ne kelljen meghúzni. Börtönajtó. Komolyan mondom, jó helyre költöztünk itt a vendéglőnkkel, pont egy börtön mellé. Jaj, de jó neve is van. Joyous Lobster Inn. A vidám homár vendéglő. Legjobb hely a az egész városban, hogy az étvágyunkat csillapítsuk. Remélem nem akarsz oda fölmászni. Várjál. Ó, és pont itt van egy galamb, amit valahogy le kéne szedni. Dobjuk meg ezzel. Hát az ötlet jó volt. Jó van, nem volt jó az ötlet. Elismerem. Ú, és itt egy hajó is van. És tényleg itt a tengerparton vagyunk. Megmondtam én, hogy ez One Piece. Beszéljünk. Akkor ne beszéljünk vele. Szegény öreg Pete. Mindig is tudtam, hogy... idővel elveszti a fejét. Aj, nem már. Ez olyan rossz.
Ez olcsó poén. Oké, akkor horgásszunk helyette. Jó van, én halat akartam fogni, de jó a csizma is. Illetve, nem tudom, oda is föl kell menni, gondolom. Nem tudjuk ezt kioldozni. Nem, gondolom valami vágó eszközt kell találnunk. Ó, viszont gondolom ezzel. Most már meg lesz a galamb. Ott. Sorry, le kell dobni vele tényleg. Jaj. Hát akkor szedjük föl. A fő hozzávaló. A Pigeon Supreme a la Sauce Rosé-hoz. Fejezzük be az... Mi az, hogy fejezzük be? Hát most még csak ez van meg. Bár várjunk csak. Mi is kell még hozzá? Csak a szósz? Oké, akkor ott van a szósz. Kész. Oké, hát ez aztán az ínyedsz falat. Random döglött galambot leönt a szószával, azt kész is. Várjál. Igen, neki kellett. Ja nem. Akkor viszont neki. Arra emlékszek, hogy a cápok érte a kezet. Bon appetit! Jó kis mukbangot nézhetünk, ugye? Jaj. A sápadt arcáról leolvashatod, hogy nagyon élvezte az utolsó vacsoráját. Ne aggódj, hozzászoktak már, hogy a vendégek elájulnak a különböző kocsmákban. Nem fogják észrevenni, hogy már nem lélegzik. Oké, ez... Azért van olyan humor, ami tényleg ötletes. Oké, akkor tudom is majd, mire kell az olló. Hogyha ilyen nehezek lesznek a pőzlik, akkor tényleg semmi bajom nem lesz. Nem, ez volt az itt. Nem tudtuk volna csak kioldozni, á nem. Hogy ment fel a falábaival? Csak simán kézzel? Nem probléma, legalább minden bicepsre megy. Úgy a jó. És tényleg zombi ez a nő. Zseniális. Vízzel valamit kéne csinálnunk. Máshonnan nem szerezhetünk ám vizet. És az tényleg csak simán víz. Ez a... Palánta? Mondjuk palántának. Teljesen megégett. Vagy mi? Ne, dehogy megégett, csak kiszáradt. Találnunk kell neki egy italt. Tessék, így áll. És meg is van a chili paprika. Egyszerű minden. Erre lehet jönni? Nem. Kapitány kabinja. Azt hiszem ismerem ezt a csávót. Hogy... Micsoda? Miért akarja a hangunkban a... Mármint a hang a fejünkben. Szip? Ó, igen, valóban. Clint McMurray kapitány. A nővérem második férje. Oké, akkor szerintem egy ilyen skizofréniás zombi a karakterünk. Érdekes koncepció. Úgy tűnik, hogy most már nem fog senkit se elverni Clint. Jó van, vágjuk fel a paprikát, gondolom. És nem. Na majd a konyhában. Hát végülis a harmadán már túl vagyunk, így nem? Jó van, mindjárt meg lesz. Látom, hogy már alig várják.
Oké, akkor... Ó, a... Karthal farkat megszerezhetjük így már tényleg. Ezt így... Összekeverjük. Tökéletes, most már csak be kell fejezni. És akkor az lesz itt a fordulat, hogy igazából direkt mérgez meg mindenkit? Ez lenne a mesterterve? Bon appetit! Egyáltalán nem gyanús. Ó, igen, egy elégedett gyomor. Ez a delikát eszen. Meg is halna ezért a delikát eszenért. Oha, nem érted, Miss Appleton? Ez vicces, gyerünk, neves. Nagyon meggyőző volt. Tényleg mi történik? Ó, és most kell mennünk a börtönbe. Oké, talán ezt aktiváljuk? Nem. Kizárt, hogy semmire ne lenne jó ez a kapcsoló. Egy kapcsoló, amit észreveszek, és nem kell használni. Nem mondod? Hát nem lesz elégedett az a cápa, hogyha csak egy csontot adunk elé. Hát igazi kéz kell annak. Fogadjunk, hogy az lesz a vége, hogy helyett a mi kezünket eszi meg. Úgy, már tényleg semmit sem kezdhetünk. Ó, értem már! Értem már! Ez nem esett le először, de tettetni fogjuk, hogy az egy igazi kéz viasszal. Várjunk, várjunk. A különleges szósz csak a végén kell. Kövesd a receptet. Oké, akkor valami nyelvet kell még találni. Jaj, van egy ötletem. És azt hittem, hogy ott a tengerparton lévő horgász lesz az, de hát így még jobb. Jó. Tökéletes. És olyan boldog zene játszódik le, amikor így sikerül nekünk. Happy little game. Tessék. Cartilaginous? Cartilaginous? Mit jelent az? Egyszer nem hallottam még ezt a szót. Oké, nem jöttek be a számításaim. Azt hittem, hogy félresül a próbálkozásunk. Gratulálok, Miss Appleton. Kifogásolhatatlan volt a... Hogy is mondják ezt? A kiszolgálás. Nem hiszem, hogy bármi kifogásuk lenne a vendégeinknek, ugye? Nem panaszkodhatnak. Szuper! Akkor most tisztítsunk is fel mindent, mielőtt még a rendőrség megérezné a bűzt. Oké, mit csináljunk? Ő nem éhes. Egyikük sem éhes. Hát akkor elvégeztük a dolgunkat, ugye? Dum-di-dum. Ten fathoms deep on the road to hell. Jo-ho-ho!
Én megmondtam, már nem azért, de én megmondtam, hogy ez One Piece. Ó, itt vagy. És azt is megmondtam, hogy a levelt használni kell. Még sosem használtam a darálót ilyen nagy alanyon. Hát reméljük, hogy nem akadnak be a csontjaik. Ó! Szóval az volt a különleges szósz, értem. Nagyon szorgosan cselekedtél. Jó, hát akkor itt ebben az ebédlőben végig jó kis homofágia megy. Az lett volna a hang a fejünkben, vagy micsoda? Köszönöm, Miss Appleton. Méltányolom azt, amit értem tettél. Most már legalább tudok pihenni, és te is. Micsoda? Annyi jó emlékem van, ahogy ketten dolgoztunk. Te voltál a legjobb barátom. Amikor azok a szörnyek kirántottak a konyhából, tudtam, hogy végem. Esküszöm, nem én loptam el az aranyat tőlük, az arany nugget. Milyen nuggetre gondol? Ó, szóval gondolom ilyen pókerjátszma volt, vagy valami. Én teljesen, becsületesen nyertem meg. Ez nagyon megható. Amíg én szenvedtem, fulladoztam ebben a ládában, ahova beraktak engem. Csak egy valamit tudtam biztosra. Hogy nem fogsz megnyugodni, amíg nem találsz meg engem, élve vagy holtan. Nagyon mélyen sajnálom, hogy közben el kellett vesztened a Sanity, hogy van az magyarul, te jó ég, miért nem jut eszembe? Az ép elmélet, mondjuk így. Kérlek, találj egy csendes helyet, ahol eltemeted a csontjaimat. A régi út közelében, ahol szerettem az időmet tölteni. Itt az ideje, hogy elmenjek. Szép álmokat, viszlát. Igen, remélem, hogy most mindenki elmorzsolt itt a szem alatt egy könycseppet. Legcsodálatosabb sztori, amit valaha átéltem. Azért a végén ez a fordulat tetszett. Arra számítottam, hogy ilyen abszolút antihősök leszünk, és tényleg csak itt aranyat akarunk tőlük szerezni. Jó, kifejezetten jó volt ez. Ilyen rövid játéknak. Gondolom nem sokan dolgoztak rajta. Igen, hangokat is valami oldalról szedte. Ez képest nekem tetszenek az ilyen játékok. Még relatíve új is egyébként, idei januárban készült. Igen, egyébként ingyenes, és hogyha támogatni akarjuk őket, akkor egy ilyen PDF-es artbookot vehetünk DLC-nek. Az se drága egyébként. Úgy még csekkolom a többi játékát, hogyha van. Legalább két másik játékot tervezett szerintem.
Ha jól emlékszem, megnéztem az oldalát már. Na de, ez a videó ennyi is lett volna. Remélem, hogy nektek is annyira tetszett ez a kis játék, mint nekem. Oh, kis játék, korponai utalás. Na de, sziasztok!